A Szepetnek ese csapata telel az élen a Zala megyei női labdarúgó bajnokságban. Az Éllovas Gárda korábban élcsapatnak számított a harmadosztályban. A mostani céljuk az, hogy tavasszal megnyerjék a bajnoki címet. Nem fogalmaztak meg konkrét célokat a Szepetneki Gárdánál a szezon megelőzően, a tervek között a folyamatos fejlődés és a játékban való javulás szerepelt. Csordás Robert vezetőedző szerint evés közben jön meg az étvágy, így pozíciójukat szeretnék megtartani. Arról, hogy siker esetén megpróbálkoznak-e magasabb osztályban is szerepelni, később született döntés. Most a célunk már egyértelmű, hiszen úgy gondolom, hogy megéreztük a győzelmizét, és amikor az ember meg egy csapat megérzi a vérszagot, akkor már csak egy cél lehet, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot. Persze, ha nem nyerjük meg, akkor sem történik semmi különös, de mindenképpen dobogón szeretnénk végezni. A keretet több fiatal játékossal is megerősítették. A Gárda egyik kulcsemberének számít Kinga, aki viszont már 2015 óta erősíti a szepet A csatár jelenleg vezeti a megyei első osztály góllövő listáját, és jó esélye van arra, hogy saját egyéni rekordját, ami 25 gól egy szezonban megdöntse. Összességében 14 gólt sikerült szereznem 8 meccs alatt. Uh, igazából a nehezebb mérkőzéseken szerzett gólaim, gólyaim azok, amelyek. Uh, Fontosak, uh, igazából több meccsen is voltak hiányzóink, és szerencsére ezeken uh, sikerült betalálnom, úgyhogy így a csapatot is tudtam segíteni. A szepetneki hölgyek mérlege nyolc fordulót követe, hagy győzelem, egy döntetlen és egy vereség. A legnagyobb riválisuknak az alajgerszegi Polisz Ola LSK számít. A két együttes 0-0-as döntetlent játszott egymással az utolsó őszi fordulóban. A csapatot nem kerülték el a sérülések, de a szakvezetéstek sikerült jól alkalmazkodnia a kényszerhelyzetekhez. Jelenleg középpályás vagyok, de a sérülések miatt több poszton is játszok, és úgy gondolom, hogy az újak miatt elég jól tudjuk forgatni a csapatot, több posztot is tudunk cserélni. A szepetnek előnye három pont a polis előtt a szünetet megelőzően. Az alamegyei pontvadászat a tervek szerint áprilisban folytatódik.